és akkor itt homokot rakunk, hogy ne folyjon az én szobámba. Tehát az is felvizesedett. Ja, hogy ezt azért tettétek persze, már, nem muszáj, hogy fogja a falat. Innen lapátoltuk ki fel a vizet. De hát itt ezt már látta a polgármester asszony is. Bader Nóra és élettársa éppen néhány héttel ezelőtt kezdtek házfelújításba, de az eddigi munkálatok nagy része oda lett, folytatni pedig biztosan nem tudják. Mint ahogy az felvételeinken is látszik, egyes helyeken még most is áll a víz a házban, ahova az udvarról és az utca felől is betört a csapadék. A felszáradás még napokig eltarthat, melynek járványügyi kockázata is lehet. Önkormányzatnak a további feladata, hogy a vízzel elárasztott területeket, amik már megszűntek, fertőtlenítéseket végeznek, erre egy külön vállalkozóval szerződést kötött az önkormányzat. Ez most is jelenleg a Honvéd város részben és Vertántelepen végzik ezeket a feladatokat. Minden lakos megkérdeznek, és a saját kérdésük alapján elvégzik a háztartásokban a fertőtlenítést, illetve udvarfertőtlenítést. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény szociális munkatársai mintegy 150 ingatlant járnak körbe, és mérik fel a károkat. Emellett neomagnol fertőtlenítő tablettát osztanak a lakosoknak. Ugye az ivóvíz biztosítja az alföldvíz a lajtos kocsiból, de itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ásott kutakból egyáltalán nem fogyasszanak, addig, ameddig ez a helyzet meg nem oldódik, tehát mindenképpen azt a vizet fogyasszák, amit onnan tudnak vételezni, illetve ezzel a neomagnol tablettával tudnak a feloldás követően zöldségeket, gyümölcsöket is megmosni. Mindemellett a Barzak Kft. A Makóváros önkormányzata által kiadott lista alapján megkezdte a szőnyegek elszállítását és az udvarok, valamint a belső terek magasfokú fertőtlenítését. A tisztítást kiszórással, valamint 6%-os nátrium-hipoklorid oldat permetezésével végzik. Az ügyfelek szeretnék ezt saját erőből megoldani, akkor ezt úgy kell elkészíteni, hogy 9,4 liter vízhez raknak 6 deciliter hipót, vagy akár 10 liter vízhez raknak 6 deci hipót, és ezzel letörölgetve a különböző játékokat, tárgyakat, ezzel ők is meg tudják oldani a fertőtlenítést. Mai nap folyamán kezdtük el ezekből az ingatlanokból összegyűjteni azokat a szőnyegeket, amely a kár alapján vagy kár miatt szennyeződtek iszappal, vízzel. Az önkormányzat külön kérésére ezt a hétvégén egy külön műszakban fogjuk kitakarítani, hogy a jövő hét folyamán puha illatos szőnyeget visszakapják az itt lakók. Jó hír, hogy a felállított válságstáb gyors és szakszerű intézkedéseinek köszönhetően a másodfokú vízkár elhárítási készültség normalizálódott. Honvéd városrészben az összes szivattyút le lehetett állítani, csak egy alapellátást nyújtó gépezet működik. Külterületi munkákat még az ativizik folytat, a földekről a Marosba vezetik át a belvizet.